A világnapok sorában ma, június 12-én a gyermekmunka elleni világnapot üljük, már több mint két évtizede az ENSZ kezdeményezésére. Pornográfia, drogkereskedelem, kényszermunka, rabszolgaság helyzetek, amik a gyermekmunka legrosszabb formáit jelentik, és amelyek gyermekek millióit hozzák kiszolgáltatott, kínzó, megalázó helyzetbe, és veszik semmibe alapvető jogaikat. Minden év június 12-én az ő helyzetükre hívják fel a figyelmet a világ gyermekjogi szervezetei, bár az afrikai és ázsiai régiókban sokkal jelentősebb a gyermekmunka. Becslések szerint minden negyedik gyermek végez valamilyen kényszermunkát ott, azonban hazánkban is felelhető kisebb mértékben. A fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94 per 33 per LK irányelven az Európai Szociális Karta 7. cikkén, valamint a munkavállalók jogairól szóló közösségi karta 20-tól 23. terjedő pontjában is benne foglaltatik, hogy tilos a gyermekek foglalkoztatása. A foglalkoztatás alsó korhatára a fiatalok számára kedvezőbb szabályok sérelme nélkül is korlát nem lehet alacsonyabb, mint a tanköteles kor felső határa. A fiatal munkavállalóknak, életkoruknak megfelelő körülményeket kell biztosítani, védeni kell őket a gazdasági kizsákmányolással szemben, és minden olyan munkától, ami sértheti biztonságukat, egészségüket, fizikai, szellemi, erkölcsi és szociális fejlődésüket, vagy összeütközésbe kerülhet nevelésükkel, oktatásukkal. Romániában mindkét szülő beleegyezésével 15 évtől dolgozhatnak a kiskorúak, akik fizikumoknak és felkészültségüknek megfelelő munkát végezhetnek. Az UNICEF statisztikái szerint világszerte 215 millió gyermek dolgozik, míg a munkanélküliek megközelítőleg 40% a fiatal. Ez a két adat nem választható el egymástól, hiszen a rossz körülmények között nem megfelelően esetleg illegálisan foglalkoztatott vagy munkanélküli fiatalok többsége az alulképzett, alacsony iskolázottságú. Sérült egészségi állapotuk korábbi gyermekmunkások közül került ki. A gyermekmunka azért is veszélyes, mert az érintett gyermekek életesélyeit alapvetően rombolja, és fokozza a szegénység, a diszkrimináció és a társadalmi egyenlőtlenség mértékét. Ezért is fontos a mai nap koncentráltabban erre irányítani az emberek figyelmét.